Na, sziasztok, az én nevem Varni, és köszöntek titeket a második nyereményjátékomnak a sorsolásában. Azzal szeretném kezdeni ezt a videót, hogy elnézést, de már 9:30 van, 8 órára ígértem a sorsolást, de az egész nap egy rohanás volt, úgyhogy ezt nem is akarom részletezni, de ma mindenképpen ki akartam sorsolni ezeket a dolgokat. Úgyhogy szerintem lássunk is hozzá. 51 darab nevet írtam össze, hogyha minden igaz. Ez egy picivel kevesebb, mint ami ezelőtt volt, de nagyon-nagyon szépen köszönök minden részvételt, és remélem tudom valamennyire viszonozni azt, amit tőletek kaptam idáig. Úgyhogy szerintem lássunk is hozzá, szokásos módon fogom kisorsolni egy kis multivitaminos vödörből, benne van az összes név. Azért választom mindig ezt a fajta sorsolást, mert nem akarom, hogy esetleg valaki azt mondja, hogy csalás volt, vagy bunda volt, vagy akármi, és így mindenki egyenlő esélyekkel indul. Úgyhogy... Ja, úgyhogy lássunk is hozzá a harmadik helyezettel, aki a ládát nyeri. Harmadik helyezett. Kis szörös kezemmel kihúzom. Az nem más, mint... Uha, te ezt hogy ejted, azt nem tudom. Nem tudom mennyire látni, Slynex névre hallgat. Neked gratulálok és köszönöm szépen a részvételt, te nyertad a ládát, fel fogom venni vele a kapcsolatot, illetve hogyha nem sikerül, akkor légy szíves, vedd fel velem te a kapcsolatot. Elnézést, már később van. A második helyezett, aki az AVP-t nyeri, ez már egy kicsit értékesebb dolog, az nem más, mint... Ez valami hosszú lesz. Nem remélem látni. László Szalai. Te nyerted az AVP-t. Neked is gratulálok, veled is fel fogom venni a kapcsolatot. És a fődíj... Hát, lássuk. Ki nyerte a fődíjat? Jó, megkeverem még egyszer. Aki a fődíjat nyerte, az nem más, mint Nagy Mátyás. Te nyerted a fődíjat, neked nagyon-nagyon gratulálok, szerencsés egy ember vagy. Vele is fel fogom venni a kapcsolat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a részvételt. Mindenkinek meg szeretném köszönni a részvételt, aki részt vett ezen a nyereményjátékon, és nagyon-nagyon szépen köszönök minden támogatást, amit idáig tőletek kaptam, ez hihetetlen egyszerűen. Hogyha esetleg lenne valaki, így mutatom meg ezt a három nevet, hogyha esetleg lenne valaki ezek közül, akinek nem tudom átadni, vagy valamilyen úton, folyton, vagy akármin nem tudom átadni a nyereményt, illetve nem tudom felvenni vele a kapcsolatot, akkor azt a nyereményt, ami neki jár, azt egy élő adásban majd ki fogom sorsolni egy livestream folyamában. Nem tudok beszélni, már nagyon későn van és fáradt vagyok, de köszönöm még egyszer mindenkinek, aki részt vett, és köszönök mindenféle támogatást, mindent, amit idáig tőletek kaptam. Remélem nagy nehezen tudom viszonozni nektek ezt az egészet. Úgyhogy jó éjszakát kívánok, és majd találkozunk. Sziasztok!